Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a mai estén Szent Józsefről szeretnék szólni, hiszen, mint köztudott, Szent József éve van, Ferenc pápa rendelte el, annak emlékére, hogy 150 éve ő az Anya Szent Egyház fő védőszentje. Holnap Szent József ünnepe lesz, amely egyben a családév megnyitása is. Szent József, Szűz Mária jegyese, így mondjuk, hiszen több Szent Józsefünk van az Új Szövetségben is, elég egy kalazanci Szent Józsefre gondolni, koppertornyói Szent Józsefre gondolni, de az Ószövetségben sem egyedülálló név, hiszen ott van Jákob fiai között József története, az mindenki számára ismerős, aki kicsit is ismeri az Ószövetséget. Abban a névsorban, ami a családfája Jézusnak mind a két evangélistánál, ott van egy-egy József, tehát nem volt egy rendkívüli név, de ő protodúliát, azaz megkülönböztetett tiszteletet kapott egyházunkban. Lássuk egy kicsit közelebbről, hogy mit tudhatunk róla, mert előszeretettel idézik, ma is hallottam a katolikus félórából, Reményik Sándor versét, hogy József az Ács Istennel beszél, melynek utolsó két sora így hangzik, hogy az evangéliumban hallgatok, s hallgat rólam az evangélium. Valóban így áll, nem egészen, mert legalább 12-szer szólal, vagy írnak Szent Józsefről az evangélisták, sőt, mellesleg még megemlíti János evangélista is, hogy úgy hívták Jézust, hogy hát nem, de ő Józsefnek, az Ácsnak a fia. Mit tudunk róla, és milyen küldetése van az üdvösség történetében? Maga Isten választotta ki őt, és adta meg neki a hivatását. Ezt olvassuk a Szentírásban, hogy ő Ádám, Ábrahám és Dávid leszármazottja, Máté evangéliumánál. Miért fontos ez? Mert Ábrahámnak és Dávidnak is ígéretet adott az Isten. Ábrahámnak azt mondta, hogy utódaidban az áldást nyer az egész emberiség, a föld minden népe, utódaidban. Márpedig, ha ő, ugye Ábrahám leszármazottja, és az adoptálás által, hogy fiának fogadta Jézust, helyesebben Isten rendelte úgy, hogy ő legyen a nevelő apa, ez az Ószövetség szerint ábrahámi leszármazást jelent. Valószínűleg, hogy ugye Szűz Máriára is ugyanazok a zsidó ősök jellemzők, mint Szent Józsefre. Aztán az, hogy ő Dávidnek a leszármazottja, ő is kapott ígéretet, mégpedig azt, hogy uralmának nem lesz vége, nem fogy ki Dávid háza, mondja Jeremiás próféta, és az angyal is így mondja Szűz Máriának, hogy fiat fogansz, és ugye uralmának nem lesz vége. De hát a Dávid háza kihalt, minden nagy királyi család előbb-utóbb kihal ugyanúgy, mint az Árpád ház is kihalt. Azonban, hogy Jézus, a Messiás, a Dávid leszármazottjává vált, az ő uralmának nem lesz vége.
és ő benne a föld minden népe áldást nyer. Aztán József igaz ember volt. Itt sokkal többről van szó, mint az ószövetségi törvény megtartásáról. Erre még majd egy kicsit visszatérek. Józsefet is így szólítja meg az angyal, hogy József Dávid fia, tehát a messiási címet ő adja át az örökbefogadással. Aztán tudjuk azt, hogy a mestersége Ács mester volt, valószínűleg ilyen vándormester, amire Jézust is megtaníthatta. Miután Ács mester volt, az iparosok, a kétkezi munkásoknak a védőszentje ő, ezért kétszeresen is kapcsolódik ő a kézművesekhez, mert március 19-én ünnepeljük jó régóta Szent Józsefet. De miért? Hát azt sem tudjuk, hogy mikor halt meg, azt sem tudjuk, hogy mikor született pontosan. De Rómában volt egy ünnep, Quinquatria, a kézműveseknek az ünnepe, és ez március 19-én volt. És úgy találták a keresztények, hogy hát akkor legyen igazi kézműves Szent Józsefnek a napja március 19-e. És akkor ez egy egész közeli dátum, hogy 1955-ben május 1-ére helyezte munkás Szent József ünnepét 12. Pius pápa, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy amikor, hát akkor még sokkal nagyobb volt így az ipari munkásság az 50-es években is, hát a ünnepelték május 1-ét, mert az a ipari munkásságnak volt az ünnepe, akkor a keresztényeknek legyen mihez kapcsolódnia, és bevezették május 1-ét, mint munkás Szent József ünnepét. Régen volt egy Szent József oltalma ünnep is, ami höz kapcsolódik végül is a Szent József év. Ugyanis 1870-ben a porosz francia háború idején zűrzavaros állapotok voltak Franciaországban. Átvette egy kisebb csoport a városvezetést, és 1871-ben, március 18-án, tehát pontosan 150 évvel ezelőtt, a párizsi kommün, az akkori tanácsköztársaság lett a Párizs vezetője. Igen ám, de ez nagyon sok szenvedést hozott. Mi ugyanis csak szépet és jót hallottunk róla, gondoljunk Frankel Leóra, Budán utcája van, iskola van róla elnevezve, mert hogy ő benne volt a párizsi kommun vezetésébe. Úgy voltunk vele, mint hogy a 19-el tanácsköztársasággal, amiről hát kiderült, hogy egy terror időszak volt, épp most jelent meg egy olyan könyv, hogy a rossz fiúknak a világforradalma 19-ről, hát a párizsi kommun is a rossz fiúk világforradalma volt, vagy annak indult, ugyanis már nem csak a jakobinus eszmék hatottak, mint ami 1790-es években volt, és hát az egyházat nagyon üldözték, hanem Marx és Engels tanai is már ott elkezdődtek kicsírázni. Marxnak is megjelent egy könyve a párizsi kommunről, 71-ben én emlékszek rá, meg is vettem, írt erről 1971-es évfordulóba. Engels pedig megállapította, hogy a párizsi kommun egy napig nem tudott volna fönnállni terror nélkül, fegyveres terror nélkül. Hát el lehet képzelni, hogy mondjuk a szociális intézményei mellett milyen rettegés volt. Hát például
George Darboyt, Párizs érsekét kivégezték. Papukat végeztek ki. Lecsuktak sok igaz keresztény embert, és ekkor 9. Pius pápa a Szent Józsefet megtette az Anya Szentegyház fő védőjévé pártfogójává, a Quemad Modum Deus kezdetű dekrétumával. És valójában ez a 150 év, ami most a Szent József, mint az Anya Szentegyház fő védőszentje, mert akkor lett kitűzve, ahogy annak idején a Szent Családot védte, óvta, úgy védje ő is az egyházat. És hát ez többször megismétlődött, korábban már volt rá példa, hát maguk a Habsburgok az egész birodalmukat a török harcok idején, Bécs ostromakor, Buda ostromakor Szent József pártfogásába helyezték. De Magyarországon is volt példa rá, hiszen 19-ben, amikor a Magyar Tanács Köztársaság volt, akkor a központi szeminárium vezetősége abban a félelmetes időkben leírja itt Babura László, aki egy könyvet adott ki, Szent Józsefről való elmékedések, a litániája alapján a papnövendékeknek adta, az éppen erre a jubileumra, vagy erre az időszakra emlékeztet, hogy ők is abban a szorult helyzetükben a központi szemináriumot a Szent József pártfogása alá helyezték, mert félelmetes volt az egyház számára az az időszak is. Tehát attól függetlenül, hogy Szent Józsefnek semmi köze nem volt soha a politikához, de azáltal, hogy védte a Szent Családot, így az Anya Szent Egyház többször belekapaszkodott. Ha már ennél a könyvnél vagyok, amit Babura László írt, ez egy nagyon kiváló pap volt, sajnos fiatalon meghalt viszonylag, írt egy könyvet azzal a szándékkal, hogy a növendékpapság a Szent József litániának az egyes invokációit, megszólításait alkalmazza magára, úgy, mintha ő a plébániának volna a istápolója, a patronusa. Még ma is haszonnal forgatható. No, de térjünk vissza, hogy aztán mondja a Szentírás azt, hogy amikor hát úgy találta József, hogy gyermeket vár, és azt tudta, hogy ő nem él házas, nem élt vele házas életet, sőt, valószínűleg Mária elmondta azt, hogy ő neki milyen módon szólt az Isten, hogy ő lesz a Jézus édesanyja, Szentlélektől fogan, ekkor is még hát nem tudta hová tenni azt, hogy milyen misztériummal, titokkal áll szembe. És akkor megszólaltatja álmában az angyal, az Isten is megszólal, és mondja neki, hogy ne féljen, vagy szól hozzá álmában az Isten, és fölkészíti arra, hogy ő legyen Szűz Mária jegyese. Nagyszent Bazil, Nagyszent Vazul más néven szólva, erről így ír a 4. században. A szüzességre koncentrálva, hogy miért kellett Szent Józsefnek ott lenni Szűz Mária mellett. Amikor anyja Mária el volt, már Jézus anyja Mária el volt jegyezve Józseffel, még egybekelésük előtt úgy találtatott, hogy mélyében fogant a Szentlélektől. Szűz is, férfi eljegyezte is, a képpen ezért ítéltetett alkalmasnak a rendelkezés szolgálatára, hogy a szüzesség is megkapja tiszteletét, de a házasságot se vessék meg.
Azért esett a választás a szüzességre, mert alkalmas a megszentelésre, a jegyesség pedig a házasság kezdeményezését jelenti. Ugyanakkor azért is, hogy Mária tisztaságának alkalmas tanúja legyen József, és ne szolgáltassa ki a rágalmazóknak, mint aki a szüzességét beszennyezte, és jegyesként életének őre legyen. Arról már más alkalommal szóltam, hogy a teológia a szűztől való foganásban azt az isteni gondolatot látja, hogy a messiásnak, a megváltónak nem az ember erejéből kellett fogannia. Nem az ember műve a megváltás. Egyébként még Ratzinger bíboros mondta annak idején, hogy még az is elképzelheted lett volna, hogy rendes házasságban születik, csak kiválasztja az Isten a messiásságra Jézus, vagy azzá lesz, de nem. Így nyilatkozott meg legjobban, hogy a megváltás az Isten műve, hogy Szűz Mária a Szentlélektől fogant. És hát aztán itt, amellett, hogy van egy tanúja ennek, hogy Szűz Mária szűz volt, és azt mondja, sorulok még másokat is, amit a régiek is mondtak, hogy rejtve maradjon e világ fejedelmei előtt Mária szüzessége. Mert azáltal, hogy azt látták, hogy eljegyezte, ez a zsidóknál a házasságnak is már majdnem törvényes formája volt. Így senki sem gondolkodott azon, hogy miért vár gyermeket egy egyedülálló lány, ugye Mária, hanem mintha házasságban lett volna. Ez is benne van, mondja Nagyszent Vazul. Aztán folytatja tovább, hogy mindenek mindkettőre, hogy Szűz Mária gyermeket vár, és fogantatott a Szentlélekről, től rájött József mind a foganásra, mind az okára, hogy tudnélik, az a Szentlélektől van. Ezért félt attól, hogy ilyen asszony férjének nevezzék, és elhatározta, hogy titokban elbocsátja. Tehát érdekes, nem azt mondja az egyházatya, nem azért akart elbocsájtani, hogy Mária hűtlen volt, hanem valami nagy misztériumnak, nagy titoknak ő a részese. Mivel nem merte nyilvánosságra hozni azt, ami vele Máriával történt. Mivel azonban igaz volt, elnyerte a titkok kinyilatkoztatását. Amikor pedig ezt fontolgatta magában, megjelent neki az Úr angyala álmában mondván, ne félj feleségül venni Máriát. Azt se gondold magadban, hogy a lehetetlen gyanúsítgatásokkal a bűn árnyéka borul rád. Téged igaznak neveznek. Az igaz emberre pedig nem jellemző, hogy hallgatásba burkolja a törvényszegést. Ne félj feleségül venni Máriát, ami azt bizonyítja, hogy József nem méltatlankodott, nem viszolygott, csak fél tőle. Megrendült, mivel a Szentlélek töltötte el, mert a benne nemzett gyermek a Szentlélektől van. Ugye az egyházatyák közül Nagyszent Vazul ezt így fogalmazza meg. Aztán azt is mondja a Szentírás, hogy hát Dávid családjából származva neki az összeírásokra, amit a császár adott ki, Betlehembe kellett mennie. Megtartja a világi törvényt. Ez nagyon fontos Szent József életében, hogy amit a
az állami előírások megköveteltek, azt ő megtartotta. Éppen ma hallottam valami nagyon buzgó emberről, hogy hát a keresztény csak az evangélium kötelezi. Már az egyházi törvények sem, pláne az állami törvények sem. Ez egyáltalán nem igaz. Mert az állami törvényekből, ami nincs ellen a lelkiismeretünknek, azt meg kell tartanunk. Tehát ő megtartja az állami törvényt. Elmegy Betlehembe, fogadja a pásztorokat, ott van, és bemutatja a gyermeket a jeruzsálemi templomban. Annak megfelelően, hogy Mózes a tisztulási időt megszabta, és az elsőszülöttét járó áldozat bemutatást. Itt pedig éppen azt bizonyítja, hogy a vallási törvényt, ugye nem mondjuk, hogy egyházi törvényt, mert az egyház az keresztény gyülekezet, de a zsidó vallási törvényt megtartja, és megtartja azt is, amikor a 12 éves Jézussal fölmennek Jeruzsálemben húsvéti ünnepre. Ez is fontos, hogy megtartsa. Aztán többször kap álmában utasítást. Akkor is, amikor Jézus foganása felől kétkedik, de akkor is, amikor jönnek a bölcsek, és utána álmában azt az utasítást kapja, hogy menjen Egyiptomba, majd pedig hát térjen vissza Názáretbe. Erre lehet azt mondani, hogy az álmok a Bibliában kétfélék. Vannak rossz álmok. Ezt úgy is szoktuk mondani az estimában, hogy a gonosz álmok fussanak. Nem szeret senki rosszat álmodni. De vannak jóra intő álmok. Jungmann pszichológus volt, és nagy teret szentelt annak, hogy az álmok hogyan befolyásolhatnak embereket. Tudnék rá történeteket mondani, még egyházmegyénk életéből is, hogy papi sorsokat évtizedekkel később is egy korábbi álomnak a megtartása, intése, az milyen jó útra vitt. Hát ő is a jó álmot megfogadta. Ugye, például olyan, hogy álmodik az ember valaki régi ismerőssel, hogy hát hogy elhanyagoltam, Istenem, régen milyen jó kapcsolatban voltunk. Hát itt a telefon már, hívjuk föl. És meglátjuk azt, hogy fog neki örülni. Mi mondhatjuk azt is, hogy álmodtam rólad, és mi van veled? Tehát az álmok jó irányba is vihetnek bennünket. Aztán, hát hogy a nyilvános működése alatt nem tudunk róla, hogy valószínűleg ekkor meghalt, ezért a jó halál szentjének is tartják, nem csak a fával dolgozó mesterembereknek a védőszentje ő, hanem a jó halálé is, hiszen ott volt Mária és József a halálánál. Ha valakinek a halálánál lélekben ott van Jézus és Szűz Mária, aki imádkozik értünk most és halálunk óráján, akkor jó lesz a halálunk. Ezt általában kriptai templomoknak az oltárképévé szokták tenni. Elmegyünk a Váci Székesegyházba, alul a kriptába, a Molnár C. Pálnak ott a gyönyörű szép képe, hogy haldoklik József, ott van Jézus és Mária a halálos ágyánál. De hogy nem szerepel az evangéliumokban, azért azt nem mondanám, mert Jézus a vele töltött időt, mint emléket, azt biztos, hogy magával vitte. Hiszen a szülők nagy hatással vannak ránk, és az az emlék. Tehát nem csak Mária tanította
Jézust, mint embert, hanem József is. És valószínűleg a munkában is tanította őt. És milyen példázatok azok, amik sejtetni engedik, hogy ő József életében ezt látta. Ott a jelző, igaz ember volt. Tehát nem csak arról van szó, hogy a ószövetségi törvényt megtartotta, hanem arról is, hogy az újszövetségi értelemben többet tett a törvénynél. A hegyi beszéd, a Szentírás Máté evangéliuma szerinti 5. fejezetében azt mondja Jézus, ha a ti igazságotok nem múlja felül, nem lesz több fölöslege, mint a farizeusoké, nem juttok be Isten országába. Hát mi volt a farizeusnak az igazsága, hogy meg akarta tartani a törvényt? Egész aprólékosan. De azt mondja Jézus, hogy a szív nagy lelkűségével próbálj többet tenni. És ha megnézzük Szent Józsefnél, hogy elbocsájthatta volna Máriát, mert kifelé mondhatta volna, én nem tudom, kitől lett várandós, terhes, megváltott volna tőle. A zsidó törvények, bár akkoriban már nem tették, de a megesett nőket megkövezték. Nem kellett volna neki azonnal ugrani, hogy menjen Egyiptomba, utána Názáretbe. Lehetett volna gondolkodni, hogy nem lehetne itt maradni, hát keresik én itt munkát. Nem, azonnal fogta a gyermeket és anyját. Tehát rögtön többet tesz, ami elő van írva, és megy. És aztán, akkor Jézus a gondviselésről tanít, hogy nem tudjátok azt, hogy mit hoz a holnap, elég a napnak a maga baja. De hát, ha aggodalmaskodsz, a hajad szálát se tudod megváltoztatni, mert hiába, hát gondoljuk itt a Covid-járvány. Mit tudunk tenni? Belestünk a betegségbe. Lehet nagyon sok munkánk, de lehetünk nagyon gazdagok is. Semmit nem ér. Viszont, ha ráhagyatkozunk, azt mondjuk, elég a napnak a baja. Maga baja, azt tegyük meg. És többit bízunk Istenre. A többi hozzáadatik nektek. Hát ezt tette Szent József. Aztán Jézus beszél arról, hogy rejtettnek kell lenni a jó cselekedetekben. Mikor azt mondja, hogy amikor imádkozol, ne lássák. Amikor jó cselekszel, ne tudja bal kezed, mit tesz a jobb. Tehát, hogy ne hivalkodjál, ezt akarta mondani. És épp ezt mondjuk, hogy Szent József csöndesen teszi a dolgát. Szent József csendbe. Ezt láthatta Jézus Szent József életébe, és visszatér az ő példázataiba és élettapasztalataiba. Szent Józsefnek az ilyen példája. Aztán ugye a Szent Családnak ő lett az őre, aki védelmezte, őrizte, gondozta a Szent Családot. Erről több pápai megnyilatkozás is szól. Már a 13. Leói is a Quinquagesimo Pluries kezdetű enciklika, aminek 100. évfordulójára adta ki Szent II. János Pál pápa, Redemptoris Custosa, a megváltó őrzője kezdetű apostoli buzdítását, amiből egy részletet majd szeretnék felolvasni. A mostani Ferenc pápai leírat pedig a Szent Józsefnek az atyaságát
állítja előtérbe a Patris Corde, az atyai szívvel kezdetűt encyklikában, ugyanis ő nem a munkát Szent Józsefet, nem a Szent József litániában felsorolt sok szép erényt domborítja ki ez alkalommal, hanem mivel a család évét nyitja meg, az Amoris Laetitia kezdetű pápai buzdításnak 5 éves évfordulójára, és az a holnapi nap egybeesése lesz, ezért a Szent József atyaságát emeli ki. És ez nagyon fontos a mai korban, hogy a isteni gondviselés úgy rendelkezett, hogyha nem is vér szerinti atya Jézusnak, de nevelő atya, hogy a gyermek neveléséhez egyaránt férfira és nőre van szükség. És ez nagyon fontos, hogy ha más nem legyen egy gyámja a gyereknek, de férfi nevelés nagyon fontos a gyerekek számára. Kisgyerekkorban az anyai nevelés az elsődleges, kétségtelen. De felnőtté váló gyerek számára az apát képviselő férfi nevelése rettentően fontos. A vallásosság szempontjából is ezt megfigyelték, hogy akinek csak az édesanyja vallásos, az kisgyerekkorba szívesen megy a templomba. Kamaszkorba sokkal inkább megy az is, akinek az apja is vallásos. És ezt maguk a katonatisztek állapították meg, hogy mióta hát legtöbb gyereket egyszülő nevel, azóta anyámasszon katonái lettek, nyámnyilák lettek a fiatal fiúk. Kell a férfi nevelés ilyen formában is, és az érzelmi kiegyensúlyozottság szempontjából is fontos a férfias nevelés. És ugye ezért is emeli ki a pápa ezt, és főként ugye szembe a gender programokkal. Most én valami nagyon vadító dolgot mondok, ha mai időben született volna Jézus, akkor ugye maiak azt mondták volna, hát amikor Szűz Mária fogant a Szentlélektől, úgy is megy Erzsébethez, maradjon nála. Hát két nő is neveleti Jézust. De nem. Atyai nevelés is kell. És ugye, mint egy szembe áll ezzel a gender programokkal, egyébként az egész családról alkotott felfogása az egyháznak szöges ellentétben áll. Nem tudom, megfigyeltéket, nem csak így megjegyzem, hogy Ferenc pápa a liberális világnak nagyon tetszett. Migráció. Pedig mondjuk a migrációban se azt értette, amit a liberális világ, hogy higítsuk föl mindent, hanem pápa azt mondta, ha már egyszer itt vannak, és kínlódnak, szenvednek, akkor segíteni kell rajtuk. De most, hogy a hittani kongregáció azt mondta ki, amit mindig is vallottunk a Szentírás alapján, hogy nem lehet két férfire, két nőre egyházi áldást adni, már rögtön támadják. Olvastam a sajtószemléket. Mert a hittani kongregációnak a megnyilatkozásait végül is a pápa hagyja jóvá. Amikor kimondja ezt, ez nem azt jelenti, hogy a homoszexuális embereket ne tartanánk tiszteletbe. Hát a Ferenc pápa az nyilatkozott erről is, hogy ő nem ítéleti meg, hát ki vagyok én, mondta ő. De az, hogy két homoszexuális személynek az együttélésére, mint szentségre házassági áldást adjunk, azt nem lehet. Ugye, hát ez is nagyon fontos Szent József alakjából kiolvashatóan, mert így lett ő
a Szent Családnak a védője. Második János Pál pápa a Redemptoris Custos kezdetű buzdításában azt írja itt a Szent Családdal kapcsolatos feladatairól. Isten a Szent Család élére állította Szent Józsefet, mint hűséges és bölcs szolgát, hogy atyaként oltalmazza egyszülött fiát. Idézi a 13. Leót itt. A pápa kiemeli, mondja II. János Pál, a küldetés magasztosságát. Szent József fönséges méltóságával mindenkit felülmúl, mert isteni rendelkezés folytán oltalmazója, az emberek véleménye szerint pedig atya volt Isten fiának. Ebből következett, hogy az Isten igéje Józsefnek volt alárendelve. Isten igéje nagy híve, Jézus, ugye? Engedelmeskedett neki, s vele szemben azt a tiszteletet és megbecsülést tanította, tanúsította, amelyet a gyermekek kötelesek megadni atyuknak. Tehát, hogyha Jézusról azt írja a Szentírás, a 12 éves Jézus hazament és engedelmeskedett nekik, akkor ez egy örök példa. Ma ezt is kétségbe vonja a pedagógia, hogy a gyereknek nem kell engedelmeskedni, semmit se szabad a gyerek útjába állítani, van rá épp elég tapasztalatom családokat ismerve, ottól ez a szemlélet uralkodott, hogy teljes csőd volt a nevelésük a mai időkre. És hát lehetetlen föltételezni, hogy egy ilyen magasztos feladatnak ne felelnének meg azok a tulajdonságok, amelyek szükségesek annak illő betöltéséhez. El kell ismernünk, hogy József az ég különös adományaként a természetes szeretet egészét és azt a szeretetteljes gondoskodást érezte Jézus iránt, amelyet csak egy atyai szív képes felmutatni. Tehát ő ugyanúgy szerette Jézust, mintha édesatya lett volna. Egyébként a férfi szeretete az lassan alakul ki, és az lélektani dolog. Mert tételezzünk fel egy olyan abszurditást, hogy valakit elcserélnek a kórházba, vagy a szülőszobába, és az apja nem tudja. Ő ugyanúgy fogja szeretni azt a gyereket, mint ha abban a tudatban élne, hogy a vér szerinti gyereke. Mert ez egy, az atyai szeretet lelki dologgá válik. És ugye ezt, hát így tovább folytatja a pápa, hogy az ige megtestesülésével valósággá válnak az Ószövetség ígéretei és előképei, összefonódnak a színhelyek, személyek, események és szokások, mégpedig pontos isteni parancsok szerint. Ez utóbbiak közlése, az angyalok szolgálata és Isten szavára különös fogékony teremtményekhez szólnak. Mária az Úr alázatos szolgálója, aki öröktől fogva arra lett felkészítve, hogy Isten anyja legyen, József pedig valóban az, akit Isten arra választott, hogy elrendezze Jézus születését. Őt bízta meg a mindenható, hogy az isteni rendelkezések és az emberi törvények figyelembe vételével gondoskodjék Isten fiának e világba való rendezett beilleszkedéséről, Jézus egész magán, vagy más néven rejtett élete József oltalmára bízatott. És hát különböző szempontokból vizsgálja még itt Szent József szerepét népszállásnál,
a névadásnál, mert az ugye ő adta a nevet az angyali híradás folytán, és az annyit jelentett, hogy magáinak ismert el, a bemutatásnál, a körülmetélésnél, erről elmékedik Szent II. János Pál pápa. Tehát így lesz ő a szent családnak a védőszentje, és minden családnak a védőszentje, és mivel ugye hát az egyház is hasonlít egy családhoz, ezért lett ő az egész anyaszent egyháznak a fő védőszentje is. Szent Józsefnek, bár viszonylag késői a kultusza az egyházban, de mint láttuk, Nagy Szent Vazul is megemlékezik róla, a katakombák falán is van róla ábrázolás, az első évezredben is elrejtve, de főként a középkortól került a kultusz középpontjába, és főként a karmeliták, Nagy Szent Terézia, aki amikor átvett egy csődbe jutott rendet, a karmelitákat, akkor kérte Szent Józsefet, hogy a rendjét meg tudja reformálni lelki és anyagi vonatkozásba, és ezért ugye Szent József pártfogását kérte, és részben a karmeliták, részben pedig a ferencesek is terjesztették Szent Józsefnek a kultuszát. Az ábrázolás általában Liliommal és kis Jézussal a kezén szokták ábrázolni. A népi vallásosságba is lecsorgott a tisztelete. Gondoljunk a szerdai Szent József napokra, aztán van Szent József rózsafűzér. Akkor valkói káplán voltam, akkor nagy érdekességgel hallottam a Szent József rózsafűzért. Üdvözlégy Mária, akinek jegyese József, és akkor így folytatódott tovább. Fehér és kék színű volt, a tisztaságra, a hűségre emlékeztetve a Szent József nyomán az embereket. Tehát még Szent József olvasói és a méhészek világában mindig Szent József napján engedték ki a régi világban a méheket a kaptárból. Ugye ez is egy ilyen népi megfigyelés volt, hogy akkor jó kiengedni. És aztán hát ugye litániája lett, miséje lett Szent Józsefnek, és hát főként a családok érdekében fordulnak hozzá. Mint ahogy mondtam, az egyház fő védőszentjévé vált. Úgy gondolom, hogy a mostani világban, ahol egyre több üldözés éri a keresztényeket vértanúságig menően, már Magyarországon is fölgyújtanak templomot, tönkretesznek harangot, a verbális támadás már nagyon régóta a részünk, igenis szükségünk van Szent Józsefre. Ja, még visszatérve talán arra, hogy a Szentíráson kívüli evangéliumok, idézőjelbe téve apokrif evangéliumok is Józsefről megemlékeznek, Jakab evangélium, hogy ők ismerték egymást, és hát ugye Názáretben éltek. Ezért az annunciáció, az angyali híradás legnagyobb szentföldi temploma mellett egész közel van Szent József temploma, nagyon nagy templom, amely hát épp a kettejüknek a közelségét, illetve jegyességét akarja emlékezetünkbe hozni. Itt Kalocsán is van, 1860 óta Szent József templom. Én biztos vagyok benne, hogy az akkori érsekek is abban a nagy feladatban, hogy megépítették a iskolanővérek hatalmas zárdáját, iskoláját, Szent József pártfogását kérjük. Hát mi is ezen az estén köszöntöm a József nevű hallgatóimat, és kérem Szent József áldását
mennyei közbenjárását családjainkra és egyházunkra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!